Dr. Balatoni Katalin köznevelésért felelős helyettes államtitkár néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy az új nevelési évtől, azaz 2024. szeptember 1 kötelező lesz az ovi kréta használata az óvodákban. A rendszer egységesíti és egyszerűsíti az adminisztrációt, és emellett a szülők is követhetik gyermekük fejlődését, valamint hiányzást jelenthetnek be, és többek között igazolást is tölthetnek fel. Zelina Dolores, a Hétszínvirág óvoda igazgatója elmondta, hogy az elmúlt napokban már elkezdték az új program megismerését. Az Ovikrita az leginkább a fenntartó, az óvoda, az óvoda pedagógusok, illetve a szülők számára kínál különböző funkciókkal teli on online területet. Igazából a felhasználását azt úgy fogjuk, még, még mi is újdonságként nézünk ezek elé, a feladatok elé, de... Mi is úgy vagyunk vele, hogy leginkább a fenntartó és az óvoda kapcsolata, ami kicsit összetettebb lesz most, és leginkább az administratív felületeket tudjuk különböző jogosultságok alapján elvégezni, illetve vezetni. Zelina Dolores hozzátette, hogy a későbbiekben a szülők is hozzáférhetnek majd a rendszerhez, de addig is türelmet kér tőlük. Az igazgató kiemelte, hogy fontos funkciókat foglal magában a felület. Itt a szülők általában lemondhatják majd esetleg az ebédet, ha majd már teljesen a felület aktív lesz és teljesen úgy fog működni, hogy mindenki tudja, hogy mi a feladata. Beküldhetik az orvosi igazolásokat is akár. De igazából. Az óvodába, az óvoda és a szülők kapcsolata mindig is megvolt. Tehát mindig megtörténtek a szülőértekezletek, mindig megvoltak az egyéni elbeszélgetések, a szülők mindig kaptak fél évente a gyermekek fejlődéséről szóbeli tájékoztatást, de most ezek mind egy helyen lesznek. Az óvodapedagógusok feladata leginkább az lesz, hogy ide feltöltjük a különböző dokumentációkat, a csoportnaplót, a mulasztási naplót, a gyermekek fejlődésével kapcsolatos naplókat, és mindent, amit eddig papír alapon használtunk. Ezzel együtt a térfelület is életbe lép szeptember 1-től, így az intézmény fenntartója, igazgatója és az óvodapedagógusok is teljesítménycélokat fogalmazhatnak meg maguknak, valamint a vezetők az óvodapedagógusoknak.